koszorúzás, moldvai énekek és Szent István intelmei. Mintegy százan ünnepelték az államalapítást Szombathelyen augusztus 20-án. Mozgalmas volt a szerdai nap a Vasi Múzeum faluban. Kenyérsütés, adriai sólepárlás és a Szamár Csikó névadója is adott programot. Sokan kerekezték végig a Vasfüggöny kerékpárút teljes magyarországi szakaszát. A páneurópai piknik jubileumára időzítették a programot. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Prikazovics Ferenc. Jó estét kívánok! Mintegy százan ünnepeltek az eső ellenére a Szent István szobornál szerdán. Az államalapítás emléknapjának szónoka Puskás Tivadar polgármester volt. Fellépett az ünnepségen a pusztinai gyermekkórus, és részletek hangzottak el Szent István király intelmeiből. Lépés! In! Ülj! Az ország zászlaját díszes, ünnepélyes keretek között katonai tiszteletadás mellett vonták fel Szombathelyen is az államalapítás ünnepén. A zászlófelvonásban a Magyar Honvédség 12. Arabóna légvédelmi rakéta ezred dísz alegysége működött közre. A szombathelyi 11-es huszár hagyományőrző egyesület is képviseltette magát, valamint Szombathely város fúvórzenekara és a városi egyesített kórus is részt vett az ünnepi műsorban. Az államalapításra, Szent István nagyságára Puskás Tivadar polgármester emlékezett és emlékeztette az eső ellenére szép számmal összegyűlt ünneplőket. István az idegen népek gyűrűjében, a keleti és nyugati világ határán országot, hazát alapított. Nem években gondolkodott, hanem nemzedékekben. A megemlékezésen Szent István királynak fiához, Imre herceghez intézett intelmeit is felidézték. Ezért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tedd, hogy a koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen. A pusztináról érkezett moldvai csángó gyerekcsoport éneke is színesítette az állami ünnepet Szombathelyen. Az augusztus 20-ai városi megemlékezés koszorúzással zárult. Mások mellett a város vezetése is tisztelgett Szent István előtt. Kenyérsütés, adriai sólepárlás és csacsi névadó is szerepelt a Vasi Múzeum falu ünnepi programjai között. Augusztus 20-án immár hagyományosan egész nap kenyérsütéssel várták az érdeklődőket a skanzenben, miközben megnyílt a Szavária Múzeum Adria sorozatának utolsó kiállítása, és nevet kapott a háromhetes Szamár Csikó. Kész. A jól megkelt, formázott cipó már mehet is a jó előre alaposan felfűtött kemencébe. Egyszerre 11 kenyér sült a tégla ajtóval elzárt fűtőtérben. Később ünnepi kifliknek is kerítettek helyet a skanzen felfűtött kemencéjében. Maga a sülési idő az körülbelül 45-50 perc. És körülbelül olyan másfél kilósak lesznek a kenyerek. Különböző formációkban van kerek, megcsináltunk hosszút is. Kevesebb, mint egy óra múlva már el is készült az ünnepi kenyér. Miután kicsit hűltek a cipók, már vihették is azokat a vendégek elé. Sokan töltötték a szerda délutánt a Vasi Múzeum faluban, azért is, mert az Adriáról szóló kiállítás sorozat utolsó tárlatának megnyitóját is a nemzeti ünnepre időzítették. A szlovén nemzetiségi Ne felejts kórus is szerepelt a kiállítás megnyitón, ugyanis az adriai sólepárlásról szóló bemutatót Szlovén Múzeumtól kapta a skanzen. Sikeres együttműködések nyomán jöhetett létre az Adria sorozat. Nagyon örülök, hogy az összes kiállítás, amit Horvátországgal és Szlovéniával együtt terveztünk és rendeztünk, mindegyik sikeresen megnyílhatott, és nagyon sok látogató nézte meg, mint szombathelyiek, mint Magyarországról érkezett látogatóink voltak, de külföldiek is megnézték ezeket a kiállításokat. A sólepárlásnak komoly múltja van az Isztriai félszigeten. A szlovén területek sótörténelmi emlékeiről sok-sok tablót és eszközt láthatnak az érdeklődők. Magyarország szempontjából a tengeri sónak nincs jelentős története, így az adriai sóbeszámolót hazai sótörténelemmel is kiegészítették a múzeumfaluban. Az érdeklődők egy név
vadásznak is részesei lehettek a szerdai programon. A 3 hetes szamár fiú eddig név nélkül legelészett az anyukája Sára mellett. Szerdán aztán eldőlt, hogy Miska lett a csacsi neve. Szervus Sárikám, engedj a picihez, jó? Engedj a picihez, jó? Engedj a picihez, jó? Gyere, nézd, milyen szépet kapsz, nézd! Belehet, sikerült! Egy vadvirág koszorúval történt meg az ünnepélyes névadás, sokan szerettek volna keresztszülők lenni, mintegy 40 féle név merült fel a nyilvános szavazás alkalmával. Sokáig nem viselte Miska a névadási ajándékát, az anyukájával közösen fogyasztották el az ünnepi virágmenüt. Több szombathelyi bringás is részt vett a páneurópai piknik kerekezésén. A több mint 140 kilométeres kerékpártúrát a történelmi esemény 25 éves jubileumán rendezték. A sportolók végig tekertek a vasfüggöny kerékpárút teljes magyarországi szakaszán. Sopron-Kőhidán a páneurópai piknik emlékhelyen egész napos programmal idézték fel a 25 évvel ezelőtt történt eseményeket, melyek szó szerint átírták a kontinensük történelmét. A rendezvény első részeként átadták a vasfüggöny kerékpárút magyarországi szakaszát. Nagyszerű érzés nekünk, akik már elég idősek vagyunk ahhoz, hogy eddigi életünk nagyobbik részét a diktatúra, a szabadság nélküli világ viszonyai között kellett eltöltsük. Nekünk különösen nagyszerű érzés összehasonlítani a mondjuk 30 évvel ezelőtti időket, amikor meg se közelíthettük a vasfüggönyt a mai nappal, amikor tulajdonképpen kerékpározás közben nem is veszük észre, hogy hol volt egykor a határ. Az avató ünnepség után több tucat bringás pattant nyerekbe azért, hogy végigjárja a vasfüggöny kerékpárút teljes, több mint 140 kilométeres magyarországi szakaszát. A vállalkozó kedvű sportemberek között sok szombathelyi is volt. Óriási lehetőség ez, és nem csak a kerékpárosok számára, hanem mindazok számára, akik most előnyt tudnak, az előnyét fogják élvezni annak, hogy egykor 25 évvel ezelőtt, illetve azt megelőző 40 évben a vasfüggöny mentén éltek, hiszen ezt a kerékpárutat akár nap mint nap tudják használni. Az átadott útszakasz jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz is, hogy a környéken élők egyre nagyobb mértékben részesedjenek abból a 44 milliárd euróból, mely jelenleg az európai kerékpáros turizmusban jelen van. Ez a 44 milliárd euró, ez az összeurópai kerékpáros gazdasági hatás. Ebben a kerékpár eladástól, szervizen keresztül, a kapcsolódó turisztikai szolgáltatásig, szálláshelybevételekig, minden adóbevételekig minden benne van. Ez egy nagyon komoly bevétel, és az még fontosabb, hogy ennek mintegy 10%-a az Eurovelo hálózaton fut. A tervek szerint a vasfüggöny kerékpárutat továbbfejlesztik, korszerűsítik, hogy még vonzóbbá tegyék a turisták sportolni vágyók számára. Áve Szavária, Áve Szombathely, így köszöntötték a meghívott újságírókat az LMP tagjai csütörtöki sajtótájékoztatójukon. Rész önkormányzatok létrehozását kezdeményezi a Lehet más a politika szombathelyi szervezete. Mint a tájékoztatón elhangzott, erre lehetőséget ad az önkormányzati törvény, s a lehetőséggel élve az ősi városrészek, például Herény vagy Kámon is, sokkal inkább Szombathely szerves részeiként kapcsolódhatnak be a döntésekbe, a pártagok szerint. A képviseleti demokrácia, mint mondják, csak a rész önkormányzatok létrejöttével teljesedhet ki a városban. Választási megállapodást kötött 4 politikai szervezet Szombathelyen. Az MSZP, a DK, az Együtt, valamint a Szolidaritás képviselői csütörtökön írták alá az október 12-i önkormányzati választásra szóló együttműködést. Közösen készül a helyhatósági választásokra Szombathelyen a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, az Együtt a Korszakváltók Pártja és a Magyar Szolidaritás Mozgalom Egyesület. A 4 szervezet vezetője csütörtökön írta alá a megyeszékhelyre vonatkozó választási megállapodást. Azt hangsúlyozták, hogy az együttműködésük nem elsősorban politikai szerveződés, hanem civil, lokálpatrióta együtt dolgozásra készülnek. Az aláírás alkalmával elhangzott, a közös munka országos szinten a tavaszi választások alkalmával gyümölcsöző volt, ezt szeretnék folytatni Szombathelyen az önkormányzati választás előtt. Közös szombathelyi polgármester jelöltjük Ipkovics György, képviselőjelöltjeiket és közös választási programjukat pedig a jövő héten mutatják majd be.
Idén is megválasztották a parkerdő legszebb kertjét és legszebb utcáját. Az ünnepélyes díjátadást szertán tartották. A versenyt a Parkerdei Kertbarát Egyesület szervezte. Serleget, oklevelet és virágot kaptak a díjazottak idén. 20 kertet ismert el a szakértő zsűri, valamint idén is megválasztották a legrendezettebb utcát. Az elismerő tábla 2014-es felirattal a Bükkfa utcára kerülhet ki. A jó hangulatú díj átadón Puskás Tivadar polgármester a kisközösségek összetartó erejét méltatta. Mindenképpen értéket képvisel a Szombathelyen, értéket képvisel, hiszen azok az emberek, akik egyféle dolgot csinálnak amúgy az életük egy részében, például kertet ápolnak, ide jönnek ki, itt beszélgetnek, tudom én, kapálgatnak, érdegélnek és kicserélik egymással az ismereteiket, kicserélik egymással a véleményüket, és beszélnek egymással. Esernyők alá húzódva, de nagyon sokan vettek részt a díjátadó ceremónián. Az elismerésre sokan vágytak, 179 kertet neveztek idén a versenyre. A szép kert titka pedig nagyon egyszerű. A munka is, a munka is, a munka, meg a szeretet. Tehát szeretni kell a kártet. Aki nem szereti, nem imádja, az ne is fogadjon a kártet. Érdemes megfogadni Bakó Péter tanácsát, ugyanis az övé lett idén a legszebb hagyományos művelésű kert a parkerdőben. Még csak 3 éve állt neki a munkának a feleségével, akkor vették a kertet, és azóta dolgoznak a szépítésén. Rengeteg a virág a portán, és a hétvégi sütésnek, főzésnek is alakítottak ki külön helyett a gondozott pázsiton. A kertbarátok szerint, ahogy egy ház sem lesz soha teljesen készen, úgy a kert is folyamatosan ad tennivalót a tulajdonosának. A parkerdei kertbarátok azt vallják, hogy egy életforma a kertgondozás, és ők szívesen élnek e szerint. Nem okozott csalódást pályafutása első felnőtt Európa bajnokságán Móricz Bálint. A haladás vélesett 19 esztendős sprintere 47,4 másodperces időeredményével a 35. helyen végzett a 400 méteres síkfutásban. A 40 fős mezőny legfiatalabb tagjaként állt rajthoz a Zürichben megrendezett szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság 400 méteres síkfutásában Móricz Bálint. A 19 esztendő szombathelyi sprinter pályafutásának óriási lökést adhat az a tény, hogy az országos bajnokságon megnyert 2 aranyérmének köszönhetően már a felnőttek nemzetközi mezőnyében is bemutatkozhatott. Bálint a 46-63-mal bizalmat kapott, és tanulni, mert valóban tanulni kimehetett egy felnőtt világversenyre, ennek nagyon örültem. Ez a jövő szempontjából. Bálint jövőre reményeim szerint már legalább egy kört fog menni az utánpótlás Európa-bajnokságon, ahol ő első éves lesz. Móricz Bálint Zürichben 47,4 másodperc alatt teljesítette a 400 méteres távot, amivel a 35. helyen végzett. Ez az időeredmény jó alapot jelenthet a szezon még hátralévő versenyeire, amelyekre továbbra is szombathelyi színekben készül, annak ellenére is, hogy kapott ajánlatot Amerikából is. Megnézem azt, hogy aki eddig Magyarországról kiment, relatív jó eredményekkel, vagy akár nagyon jó eredményekkel, az általában mindig nagyon visszaesett teljesítményben, és ezért én úgy döntöttem, hogy ezt nem kockáztatom meg, és itt maradok Magyarországon továbbá. Amíg fejlődök, úgy gondolom, hogy nem kell ezt a rendszert megbontani, amíg jól működik. A haladás vélese sprintere jelenleg a Sugárúti Atlétikai Centrumban készül a következő feladatokra. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a rajtján javítson, ugyanis azok még a felnőtt nemzetközi mércével mérve nem a legjobbak. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!